rajtad kívül mindenki néz, és neked is nézned kell, hogy képbe legyél. Ezeket nagyjából magamnak mondom. Én igazán indak vagyok. Percekkel ezelőtt értesültem arról is, hogy hétfőként adják. Nem néztem még Győsót. Noha láttam. Azt, hogy terpeszkedik egy nagyhangú, kedves bungó, balott cigánylegény a kurvára nagy bekamerázott luxusverdájában, mellette helyes nagyszájú végtelen egyszerű neje. Veszekednek vagy mi nem, veszekednek csak kaja bának, így kommunikálnak. Ezt néztem. Vagyis láttam, mert nézte a franc. Iszonyú tömegek bámulják őket amúgy, én 3,5 percig, igaz, addig valóságosan bámultam. Van bevetve 2 zűrös kislányka is. Szokásosan cuki változatok, a nagyobbik kim kövérkede kinövi, a pici folyvás csoki fajtákat kajol. Meg hogy hagyja, kifelé győzik-e a kurvára nagy bekamerázott luxusverdájában valami agyonpusztult romatelepre, ahol mindenféle francos tökre felesleges ajaszokat osztogat, azaz egy korán sem meglepődő purdéknak. Ezt nézi a nép. Úgy x millióan. De miért? Bekapcsolják a tévéket. Miért jut eszükbe? Eszébe nem jutna nézni bárkinek, hogy bárki az égvilágon tapétázza a lakását. És akkor x millió másikkal együtt azt figyeli, hogy a győző tapétáz, és rosszul tapétáz, mert ferde, és szentséggel, hogy nem jön össze a mintázat. És a neje hazajön és neveddél, nézi, ahogy egy csúnyán beszélő, csúnya fickó, csúnya tapétával csúnyán tapétáz. Baszd meg! Ennyire nulla ízlést. Ezeknél véletlenül se stimmel semmi állat, nem? És a legvégén majd az lesz, figyeljed meg, hogy sétál a győzi mondjuk a Vatikánba is. Nem arra elég véletlenül a pápa, és akkor majd hello, hello, győző fiam, te lennél az! Jaj, hát, ki más, mi? És nem te vagy itt a pápa bácsi! Jó ez? Nekem nem. Szerintem verseket olvassanak a tévében. Operát közvetítsenek. Szórakozzon azon a közönség. Akkor azon szórakoznánk, mert azon szórakozunk, amit adnak. Emlékezz csak vissza bátran, mi mindenem bírtál szórakozni a prekereskedelmi tévékorszakban. Az, hogy a lakosság, a hülyék azt teszi, amit kap, az ízlik neki, amivel beltetik, stimmel is, meg nem is. Íz és ízlés egymás feltételei ezzel nincs semmilyen intézve. Más is adnak. Mással is etetve vagy, mégsem mindent eszel. És ugye pont az a kérdés, hogy mit, miért. Mikor? Miből? Mennyit?